Van egy mikrotelepülés, ne szépítsük, valamikori puszta, Szekszárd és Zomba között, amely a rendszerváltozás idejére olyannyira leépült, elnéptelenedett, kihalt, hogy a megszűnés a kihalás esélye nagyobb volt, mint a megmaradásé. A kevés, még nem idős őslakos, valamint az időközben Szekszárdról, illetve környékéről odatelepült fiatalok cselekvően összefogtak. Megcsinálták a maguk kis miniforradalmát a településen, Szentgál Szőlőhegyért Egyesület égisze alatt. Szentgál jelentjük új fejezetét írja fejlődése történetében. Valóban szépül, épül, fejlődik, és ennek részeként a napokban egy több funkciós zöld övezeti közösségi teret avattak, egybekötve az elszármazottak találkozójával. Több száz ember nosztalgiázott, ünnepelt és elmélkedett a jövőről. Ezt úgy kell elképzelni, hogy itt összeült a falu apraja nagyja, és a faluban lévő házanként végigmentük, és összeírtuk, hogy ki lakott ott valamikor. Ugye ebben legnagyobb segítségre az öregek voltak nekünk, és összesen 168 elszármazottat írtunk össze, akiket természetesen családjukkal együtt hívtunk meg, hiszen van, aki már elég idős ahhoz, hogy egyedül nem is tudott volna eljönni, illetve van olyan, aki egyszerűen csak szívesen megmutatta volna, hogy mégis honnan származik. És hát így alakult, hogy így lettünk most már több mint 300-an, ahogy számoljuk a résztvevőket. A 168 emberből igazából 130 itt van, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, mert úgy indultunk neki, hogy már nagyon örülünk, ha a fele eljön. De ebből látszik, hogy egy mekkora hiányt töltöttünk fel ezzel a programmal, mert olyan lelkesedéssel jöttek vissza az elszármazottak, amit mi magunk se gondoltunk volna. Budapestről, az Alföldről, a Dunántúlról is érkeztek, hogy saját szemükkel győződjenek meg a mai Szentgárról, no és időközben felízott az életre szóló emlékképek parazsa. Én nekem ez a tér, ez a közösségi tér, gyerekkorom régi kis futballpályáját jelenti. Itt volt egy kis futballpálya rozzant kapukkal, és mi itt rúgtuk a labdát, és nekem mindig az jut eszembe, hogy itt fociztunk, és búcsúkor ott szokott lenni a Szentmise, ahol én első áldozó is voltam, és még verset is mondtam, ott, ahol a harang áll. Zombán is örülnek a pozitív változásnak, a jövőt jelentő fiatalok betelepülésének. Az Egyesület generálta közösségi életnek. Eltűnt mára az a bizonyos Demokrasz kard a település fölött. Volt egy időszak, amikor ugye Szentgálról elköltöztek. Ez köszönhető volt annak is, hogy a Szentgálon maradtak, passzivitásba vonultak. Ezt nagyon nehezen éltük meg, én már mint polgármester is az első időszakomban nagyon nehezen éltem meg azt, hogy tulajdonképpen nincs aktivitás itt a településen. És hála Istennek egy jó pár évvel a fiatalok úgy gondolták, hogy szerveznek egy magot. Hazaköltözött a valamikori Fülöp Pista bácsinak az unokája, idehozta a családját a nagyszülői házba, és egyre többen jöttek ide. Ezek a fiatalok egy közösséget alapítottak most a 21. század elején itt Szentgálon, ami meggyőződésem, hogy a Szentgál felemelkedését, a Szentgál jövőjét fogja jelenteni. Van olyan ide települő, aki egzisztencia teremtő önmegvalósítás nagy lehetősége miatt választotta Szentgált. Olvastunk erről a permakultúráról, ahol minimális beavatkozással növények együttműködnek egymással, mint ahogy itt a szentgáli emberek, és így tiszta élelmiszer tudnánk termelni. Igen, ez most az a következő projekt. A fiatalok ambíciója, a település élni akarása is motiválta ezt a fiatal házaspárt abban, hogy ne költözzenek vissza Szekszárdra. Nem is gondoltuk volna, hogy egy ilyen nagyon jó közösséggel működő kisfaluba sodor minket az élet, ahol egyből utánunk nyúltak a hasonló korú és idősebb emberek, és felkarolva minket berántottak a forgatagba. Vannak pályázatok, ilyen-olyan támogatás, de a saját erő a legnagyobb, az összefogás egyedi példája a tér és a tradicionális kemence megépítésének története. Ez a kemenc, amit most építettünk nagy munkával, ez tényleg használatban van, tehát itt a falu összegyűlik, és két hetente begyújtásra kerül, és a közösség együtt
jön össze minden áldott hétvége. Itt például nem az önkormányzat nyírja a füvet ebbe a faluba, hanem mi nyírjuk a füvet. A focipályán a füvet a gyerekek nyírják, akik fociznak. Tehát itt közösségben működik minden. Ha valamit szeretnénk, akkor összeállunk, és közösségben valósítjuk meg. És épp ezért van ez, hogy ez ennyire szépen tud épülni és szépülni, hiszen szívből jön, alulról jön. A közösségi és a kemence avató ünnepségen a műsort az anyatelepülés Zomba biztosította jelentősebb kulturális csoportjaival, egyesületeivel, egyéb fellépőivel, közreműködőivel. Ez tovább erősítette az elszármazottakban a két település összekapcsolódását, ha úgy tetszik, szimbiózisban való létezését. Engem két meglepetésért. Első az, először az, hogy megkerestek, megtaláltak, és egy ilyen rendezvényre meghívtak. A második meglepetés még kellemesebb lett, az engem ma ér, hogy itt micsoda kulturális, meg civil közélet működik, így van, és mennyi a fiatal, tehát nem csak mi idősebb korosztály, hanem a fiatalok is jelen vannak. És ez nyilvánvaló, hogy biztató. Amikor én innen elkerültem, már félig felnőttként, diplomával a zsebembe, akkor biztos voltam benne, hogy ez a falu ki fog halni, tehát öregek laktak itt, megöregedett emberek, és biztos voltam benne, hogy nincs jövője. Az elszármazottak kellemes csalódásban részesültek. A Szent Gálért Közhasznú Egyesület mozgató rugójának tekinthető elnökasszony, aki példát mutatva maga is kitelepült Szekszárdról, ígéretet tett, a mai 106 fős lélekszám nemhogy csökken, gyarapodni fog az elkövetkezendő években.